Újabb intézkedésekkel biztosítanák a köznevelési rendszer egységesen magas színvonalát szeptember 1-től, aminek egyik lépése, hogy tanfelügyelőkkel ellenőriztetnék az oktatási intézmények és az ott dolgozók munkáját. Hazánkban a 80-as évek közepe óta nincs külső szakmai ellenőrzés, ezen szeretnének változtatni a szeptembertől induló rendszerrel, melyben pedagógusok látják majd el a tanfelügyeleti teendőket. Ez azt jelenti, hogy ők a munkaidejük egy részében vizsgálják és értékelik majd kollégáik munkáját. Egyébként az értékelés három nézőpontból közelít. Egyrészt figyeli az adott pedagógus munkáját, másrészt az intézmény vezetőjét, harmadrészt pedig az adott iskola működését. Az új rendszer célja, hogy a pedagógusok értékelésével segítsék az ő, valamint az érintett iskola munkáját is, hiszen a rendszer kiépülésével az egyes évek eredményeinek összehasonlítására is lehetőség nyílik majd. Egyébként az európai országok többségében működik ilyen vagy ehhez hasonló rendszer. Nálunk jelenleg azokat a szakembereket képzik, akik a tanfelügyelőket hivatottak felkészíteni. A rendszer kiépítését és indítását uniós pénzekből fedezik, és a tervek szerint ősszel mintegy 800 000 tanfelügyelő kezdheti meg munkáját. Egyébként a tanfelügyelőkről szóló államtitkári bejelentés annyira friss, hogy kedden híradónknak még a megyei kormányhivatalok rendszerben betöltött szerepéről sem sikerült részleteket megtudnia.